héten volt a születésnapom, és egy régi vágyamat teljesítettem, vettem magamnak egy Subaru Impreza napomra, méghozzá nem is egy akármilyet. Ez egy különleges példány, egy 98-as, úgynevezett GC8 első szériás Subaru Impreza, természetesen turbós, mindenféle nyalánksággal, de ezt majd később részletezem, hogy miért is különleges ez az autó. Ami nem egyszerű a történetben, az, hogy ez az autó külföldön volt, elég messze Magyarországtól. Még nyáron mobile.dn találtam meg ezt a Subarut, és elkezdtem levelezni az eladóval. Na már most, szeptembertől ugyebár kiállási korlátozás lépett életbe, illetve ez az autó Rigában volt, Lettországban, és Lettország sajnos lezárta a határait a külföldiekkel szemben, szóval hiába néztem repülőjáratot, lett volna tök jó repülő, viszonylag olcsón, nem tudtam kirepülni, megvenni, mert egészen augusztustól zárva van az ország. Mondtam a srácnak, hogy legyen egy kis türelemmel, szeretném megvenni a kocsit, de nyilván, hogyha feladják a kijárás, illetve a beutazási korlátozást, akkor fogok tudni elutazni. Ő pedig rám írt októberben, hogy hello, figyelj, már nagyon eladnám a kocsit, hogyha nem veszed meg, akkor becsöveztetem és megcsinálom pályára magamnak. Mondtam neki, hogy ez nekem nagyon nem jó, mert egy utcai, gyári állapotú Imprezát szeretnék, és hogy valamit találjunk ki. Elkezdtem agyalni, hogy tudom úgy megvenni ezt az autót, hogy 1500 km-re van tőlem, de mégis megbizonyosodjak arról, hogy olyan, mint amilyennek ő hirdeti, és megfelel számomra. Ekkor a Subarus kapcsolatokat felhajtva találtam egy rigai Subaru srácot, akinek van egy szervize, oda be tudtam küldeni ezt az Imprezát átnézésre, kaptam 1000-nyi képet alul, fölül, menet közben, mindenhol átnézték, tényleg olyan volt, nagyjából, mint amilyennek le lett írva. Az apró hibái miatt alkottam belőle egy szép összeget. Na, de itt jött a csavar, mert ugyebár megbeszéltem a srácot, hogy elhozza nekem. De Magyarországra nem tudta volna elhozni, mert Magyarország szintén lezárt a határait, tehát külföldi nem léphetett be. Ekkor jött a következő ismerős, egy lengyel, egy krakói barát, aki szintén Subarus, és ővele megdumáltam, hogy a rigai lett srác elvezeti az Imprezát Krakóba, ahol is a lengyel haverom megnézi, még egyszer átnézi, kipróbálja, és hogyha rábólint, akkor én Revoluton átküldöm a lett tulajdonosnak az autó vételárát, és magyarán kifizetem, ő pedig berakja a krakói srác garázsába. Nem volt egyszerű a történet, mert Lettországból, ugyebár, illetve Lettországból a határok Litvánián keresztül vezet Lengyelországba, az összes határon korlátozás van életbe lépve, de a valóságban ezt nem nézik. Tehát a srác el tudott vezetni Krakóig, viszont visszafele nem tudott repülni, mert a repülőtéren karanténbe dugták volna, ezért buszra kellett hazamennie, de szerencsére bevállalták, kifizettem neki az utat, minden rendben volt, elhozta Lengyelországba, az autó olyan volt, mint amilyennek én gondoltam, kifizettem, és ez volt két hete, és most arra vár, hogy elmenjek érte, és trélerrel hazahozzam. Nem láttam még az autót, baromi izgatott vagyok, két hónapja nem voltam külföldön, amit megvan őszintén rosszul viselek, mert általában szinte minden héten vagy minden hónapban utazok valahova. Szóval most így október 31-én béreltem egy trélert, és nekivágtam a Budapest-Krakó útnak, hogy elmenjek a kicsikémért. Maradjatok velem, és nézzétek meg, hogy mit vettem, illetve hogy hol jártam. Gyorsfejtás büntetést. Nagyon paramat, hogy Szlovákiában az a módi, hogy egy ilyen távcsőszerű cuccal néznek a rendőrök. Nem, ez a Traffic Box. És figyeli, hogy mennyivel mentél, és a legnagyobb mért értéket ő elmenti, és odaszalad hozzád, mutatja, hogy mennyi volt a te sebességed. 50-es táblánál jöttünk 62-vel. Én azt hittem, hogy úristen, 100 alól lesz meg nagyon sok. Mondta a rendőr, hogy 10 euró. Ekkor megkönnyebbültem, és mondtam, hogy ennyit nagyon szívesen áldozok a
rendőrség számára, szóval odaadtuk, felírta az adataimat, aláírtam a büntetést, és robogunk tovább trakkunk vele. Krakóba, Szlovákián keresztül vezet az út, és hogyha már Szlovákia, akkor szapacska, mindig megállok egy helyi kis polibába enni egy jót. Sajnos a szlovák szabályok azok szigorúbbak, mint az otthoniak, nincs nyitva egy étterem se, kizárólag elvitelre tudtunk venni egy jó kis jutúros szalonnás szapacskát, de hát jobb, mint a semmi, és éppen itt Donavaliba vagyunk, a hegyek között, és megálltunk elfogyasztani. Ez a 200-es X Szilvia, amivel elmentünk, és kurva jó érzésem, hogy ahogy láttam, hogy kamerázunk, és intett, és mosolygott, és dobott egy like-elet, mert látja, hogy ugyanazért dobog a szívünk. Ez valami hihetetlen, leírhatatlan, megfogadatlan, összetartó erő, mint hogyha egy vallás lenne, ami mindenki országhatártól függetlenül, az autó, a benzin, az, hogy jövök hatafele egy Subaru-val külföldön, mellé megyek egy szumagus mellé, és intünk egymásnak, és mosolygunk, és kicsit megnyomjuk neki, és látom azt, hogy ő ugyanannak körül, mint aminek én ülök, és ez valami nagyon-nagyon-nagyon jó és felemelő dolog, amiért érdemes felkelni minden egyes nap. Amikor Lengyelországban vezettek, akkor figyelni kell a helyi sofőröket, hogyha ők előznek, és baszhatják neki, akkor mehettek nyugodtan, mert itt Lengyelországban általában fix trafik vannak, egy nagy sárga doboz, ami villan, hogyha túl gyorsan mész, és a helyiek azt nagyon jól tudják, hogy hol vannak, és mindig csak ott befékeznek 50-re, amúgy meg így, ahogy ez is határátkelőn, én megyek 60-nal, ő meg 80-nal simán leszarja. De bejutottunk Lengyelországba mindenféle határ ellenőrzés nélkül, szóval most már semmi nem állíthat meg, hogy elérjünk a Subaru-ig. Este 8 óra van, és végre megérkeztünk Krakóba, és itt áll mellettem ő. Én is most látom először élőben. Biztos. De jól néz ki, nagyon. Külsőleg nagyon kell ez autó, de hallgassuk meg az első indítást is. Nagyon szokatlan és jó érzésem van itt az autó mellett, ugyanis baromi jól néz ki, és teljesen olyan ez az egész hangulat, mint hogyha a 2000-es évek elején lennénk egy japán mélygarázsba, és ez egy pár éves autó lenne, ugyanis iszonyat jól néz ki, teljesen gyárinak tűnik, csak piszkos, majd le fogom mosni, és ami a csavar a történetben az, amiért én megvásároltam, egyrészt, hogy rozsdamentes és teljesen gyári, gyönyörű a kasznia, másrészt pedig a technikai tartalom, ami van az autóban, ugyanis ez gyárilag egy 2 literes GT Turbo, de ebben az autóban egy 2005-ös Subaru Impreza VRX STI 6-os váltó, fékrendszer és 2.5-ös kovácsolt motor van, több mint 300 lóerővel. Szóval így ezzel az összeállítással megalkották számomra az ideális Subarut. Most eléggé későre jár, rohadt fáradt vagyok. Földobjuk a térre az autót és elindulunk valamerre, ahol alhatunk, és holnap megmutatom nektek nappal, lemosva, menet közben is az új szerzeményemet. Másnap reggel van, kialudtuk magunkat,
és éppen a Zakopán melletti dombságban vagyunk, mint látszik is a háttérből, gyönyörű helyen. Idefele a trailer, még a traileren lemostam az autót, így még inkább előjött a gyári színe, és látszik, hogy baromi jól néz ki. Picit vezettem itt a környező utakon, és nagyon jó, nagyon egyben van, futómű fék iszonyat állat, viszont lóerőben én úgy gondolom, hogy nem tudja azt, amit én elvárok tőle. Egy ilyen 2.5-ös motor, az baromi nyomatékos, és állítólag 310 lóerővel padolták. Érzésre nem megy olyat, mint egy 1200 kg-os autóba kellene mennie. No, de nem baj, mert majd otthon megnézem, hogy milyen program van rajta, és írok rá egy új chiptuningot, amivel biztos vagyok benne, hogy 20-30 lóerőt fogok tudni hozni, de hogyha nem is, ajaj, el fog ütni egy furgon, két lóerőt biztos bele fogok tudni rakni.